Tisztelt honfitársaim! Október 23-án 56 hőseire emlékezünk. A szocialistának nevezett pártállam magyarok millióinak életét törte derékba, és magyarok millióit kényszerített a szovjet birodalom vasfüggönnyel zárt börtönébe. Az embereknek elegük lett abból, hogy a kommunista diktatúra csak elvenni tudott. Elvette a szabad választás lehetőségét. Elvette házadat, vagyonodat, elvette múltadat, nemzeti ünnepeidet. Elvette a szüleidtől örökölt értékrendet. Elvette még azt a földet és azt az illúziót is, amelyet ő maga adott neked. A forradalom november 4-i véres leverését követően a kommunista diktatúra évtizedekre visszatért Magyarországra. A forradalom ügye mégsem bukott el. Az ugyanis még a romok alól is azt üzente a világnak, van remény. Nem véletlen, hogy a forradalom 12 dicsőséges napját 12 évente újabb és újabb felkelés követte. Ez a remény ugyanis épp úgy megvolt a 68-as prágai tavaszban, mint a lengyel szolidaritás küzdelmeiben. És végül ez a remény megnyitotta az utat Európa történelmi újraegyesítése előtt. Büszkék lehetünk elődeinkre, büszkék lehetünk hazánkra. Dicsőség a bátraknak, tisztelet a hősöknek. Dames und Herren, beste Freunde von Hochreihe. Normaliter kann ich mit vielen von Ü live stillstehen bei der Betekenis von der Nationale Dach von 23 Oktober vor Hochreihe. Helaas ist das dit Jahr anders dan anders und treffen wir kaar online. Doch will ich middels dieser Video de Hongaarse Opstand von 1956 herdenken, de Revolutie und Freiheitsstreit tegen de Sowjetunie. Wij eren de Freiheitsstrijders, die vochten voor hun en onze Freiheit. Al werd de Revolutie na 12 glorieuze dagen keihard neergeslagen door de Sowjettroepen, zullen wij onze helden nooit vergeten. Sommigen van hen zijn nog altijd onder ons, ook hier in Nederland. 200.000 Hongaarse Freiheitsstrijders sloegen op de vlucht, 3.000 daarvan vestigden zich in Nederland. Hulp voor de in Nederland aangekomen Hongaren kwam uit alle lagen van de bevolking. Nederland had de opvang van de Hongaarse vluchtelingen bewonderingswaardig goed geregeld. De goede organisatie, samen met het doorzettingsvermogen van de Hongaren, had als resultaat dat de vrijheidsstrijders zonder problemen integreerden in de Nederlandse samenleving. Deze hulp zullen wij ook nooit vergeten.